Sötétbe borul a Forma 1 mezőnye, nagyjából így összegezhetjük a 2024-es autóbemutatók első hetét. Öt csapat tartotta meg eddig az évindító akármiért, hiszen volt, aki csak képet mutatott, volt, aki leginkább csak festéssel állt elő, de volt olyan is, aki az autóját is közszemlére tette. És az ötből négy istállónál a fekete alapszín dominál. A bemutatók sorát a Haas kezdte, és az amerikai istálló a szokásoknak megfelelően ezúttal is renderelt képeket mutogatott a VF24-esről. A csapat tájékoztatása szerint az alapot a 2023-as USA nagydíjra hozott átalakítások adták, ezt az átszabást fejezték be a tél folyamán, de Ayao Komatsu, az istálló újdonsült csapatfőnöke hozzátette, hogy ezzel együtt is a sor végére várja magukat az év elején. A terv az, hogy erre az alapra építkezve gyorsabban tudnak majd fejleszteni évközben, és az idén során elmozdulnak a sereghajtó pozícióból. Az autó minden esetre fekete alapszínt kapott. Hétfőn aztán két másik istálló folytatta a sort, előbb a Williams állt elő az új FV46-ossal, de ez még leginkább csak egy fekete alapú festés és szponzor bemutató volt, hiszen a Komatsu, ami nem kötődik a Haas csapatfőnökéhez, megjelent az oldaldobozokon az autó kiemelt szponzorációs felületein. Az igazi FV46-ot majd csak február 20-án, egy nappal a bahreini kollektív teszt előtt mutatják meg, amikor egy filmlap keretein belül ki is viszik azt a versenypályára. Az autó minden esetre jelentős változtatásokat ígérnek. James Walls csapatfőnök szerint az eddigi egyértelmű erősségeiket és gyengeségeiket szeretnék úgy kiegyensúlyozni, hogy ne csak a hosszú egyenesekből álló pályákon, hanem mindenhol versenyképesek lehessenek. Alexander Albon azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a pilótáknak is változtatni kell majd a vezetési stílusokon ezzel az új koncepcióval. Hétfőn este következett a Steak F1 Team bemutatója, amely a Sauber új identitásával együtt egy vadonatúj festést leplezett le. A sokak számára izgalmasnak ható fekete neonzöld kombináció a stúdióban üdítően hatott, de az egyelőre azért kérdéses, hogy a valóságban a pályán hogyan mutat majd a többi, láthatóan fekete alapszínű autó között. Az már kiderült, hogy a csapat több pályán sem használhatja majd a Steak F1 Team nevet, ezeken a helyszíneken Kick F1 Teamként indulnak majd, hiszen a szerencsejáték hirdetése bizonyos országokban tiltott. Sajtóhírek felröppentek azzal kapcsolatban, hogy mivel ez Svájcban is problémás, ezért a helyi hatóságok megzárhatják az istállót, de Alessandro Alunni Bravi csapatvezető szerint mindent alaposan átgondoltak jogi szempontból, és minden szabálynak megfelelnek. Ami az autót illeti, egészen mást toltak be a stúdióba, ahol Mészáros Sándor kollégánk révén a Formula.hu is jelen volt, és egészen mást mutattak meg a kiadott képeken. Valószínűleg az utóbbiák közelebb a valósághoz, és az élő eseményen inkább egy jól feldíszített demoverziót láthattunk. Ők is nagy változtatásokról beszéltek, a legfontosabb lépés talán az első futómű, ami James Key technikai igazgató szerint a Red Bull és a McLaren megoldását követi. Mint mondta, ez teljesen új a tavalyihoz képest, és elsősorban aerodinamikai okokból tervezték át. Key azt is elárulta, hogy bár ez nem látható, de a padlólemezt is teljesen átalakították, és mivel az autók működésének jelentős részét ez határozza meg, így egészen más lesz majd a C44-es, mint az elődje. A szakember úgy fogalmazott, hogy agresszív változtatásokat eszközöltek, és Valtteri Bottas is kiemelte, hogy ezzel már muszáj lesz elmozdulniuk előre. Szerdán mutatta be új autóját, az A524-est az Alpine, és az Enstoniak is fekete alapszínűvé változtatták a versenyeszközüket. Ugyan most is készültek kétféle színezéssel, az egyik a hagyományos alpinkék, a másik pedig a BVT rózsaszín, de szinte az egész autó fekete, és a dizájn jóval kisebb szerepet kap, mint eddig. Műszakilag viszont még ennél is nagyobb átalakításokat eszközöltek, az egész súlyelosztást és leszorító erőelosztást is újra gondolták, az energiatároló rendszert és a hátsó futómű bizonyos elemeit is máshova tették, újak az oldaldobozok, a csomagolás és a pozícionálás miatt pedig az egész vonalvezetés megváltozott. Új az orrkúp és az első szárny, de új a diffúzor és a padlólemez is. Bruno Famen csapatfőnök szerint nagyjából a kormány élte túl a radikális változtatásokat, egyébként ez az autó teljesen másképp működik, másképp viselkedik, és másképp is kell vezetni, mint az elődjét, és a terv az, hogy erre gyorsabban, hatékonyabban tudnak majd új fejlesztéseket felpakolni. A hét lezárásaként pedig Las Vegasban megmutatták a Red Bull második számú csapata, a Visa Cash App RBF1 Team új autóját.
Eddig ez az egyetlen, aminek nem a fekete az alapszíne, inkább egy korábbi Toro Rosso-ra hajazó kék színezést kapott. A faenzaiak idén sokkal szorosabbra fűzik az együttműködésüket a Red Bull-lal, ennek érdekében amit csak lehet, mindent Milton Keynesből vásárolnak meg, így az autó is erősen hajaz a Red Bull-ra. Egyelőre ennyi történt, február 12-én hétfőn érkezik az Aston Martin, 13-án kedden a Ferrari, 14-én szerdán a Mercedes és a McLaren, majd 15-én csütörtökön a világbajnok Red Bull zárja a bemutatók sorát. A McLaren viszont a festését már korábban, január közepén megmutatta, és legyen ez bármilyen meglepő, abban is hangsúlyos szerepet kapott a fekete. A hétfői pitwallban természetesen részletesen is beszélni fogunk az eddigiekről, tartsatok velünk akkor is, és ha nem akartok lemaradni műsorainkról, vagy a mostanihoz hasonló videós tartalmainkról, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.